Búza és kalács szentelésre szólították a harangok az ortodox hívőket Medinán. Ez a község Tolna megye egyetlen olyan települése, ahol szerb kisebbség él. Anyanyelvüket, vallásukat, kultúrájukat és hagyományaikat ma is ápolják. Egy héttel később is tartották a pünkösdöt más keresztény közösségekhez képest. Ősi szabály szerint ugyanis, ha a két naptárból adódó különbség ellenére a zsidó és az ortodox húsvét ugyanakkorra esne, akkor az ortodox keresztények a húsvét ünnepét egy héttel későbbre halasztják, így a pünkösd is későbbre csúszik. Ez a naptári időszámítás miatt van, ugyanis a Római Katolikus Egyház megengedi, hogy a zsidó ünnepel egybe essen. Az ortodox katolikus egyház viszont nem engedi meg, hogy együtt, ugyanis teljesen mást ünnepelnek, és a két ünnep valahol egymást ütné, és ezért akkor újra számolnak, és ebből adódik a különbség. Hogyha nem lenne ez a különbség, akkor minden évben egybeesne. Ugye van a két naptár közötti különbség, a Gergely és a Julianus naptár közötti különbség, ami a pünkösdöt nem befolyásolja. Ugyanis pünkösdöt húsvét utáni 50. nap, ugye ezt gondolom, hogy ismeri mindenki a hívő közül, ugye pünkösdő húsvéttól számítva szokták ünnepelni. Pünköstkor a keresztény egyház születésnapját, a Szentléleknek az apostolokra való leszállását ünneplik. Egy láng formájába jelent meg a fejük felett, és az összegyűlt emberek azon csodálkoztak, hogy érti mindenki a saját nyelvét, és hogy ezek az apostolok, akik valójában halászok voltak, és halászokból lettek apostolok, hogy minden nyelven tudnak beszélni. Tehát ez a Szentléleknek volt köszönhető, hogy annak segítségével az összes embernek a nyelvén, aki ott összegyűlt, tudtak beszélni. Сия ты, мученицы, и же добре страдала чество ваше, и венчаше ся, молитесь якого. Ez a templomi program szerbül zajlott, de a legtöbben értették a nyelvet. Én úgy gondolom, hogy az itt összegyűlteknek a 85%-a egészen biztos. Ugyanis nagyon sokan jöttek a környékről, akik elszármazott szerbek, és jó páram itt voltak, például Dusnokról, ahol szintén ismerik a nyelvet. Hát ugye egy nyelvről beszélünk, ők rácnyelvnek nevezik, mi szerbnyelvnek nevezzük, hogyha nézzük a pécsieket, ők horvát nyelvnek nevezik, de teljesen ugyanaz a nyelv. Tájszólási különbségek vannak, egyéb különbség nincsen. Radovanie, iže propovie, trojica. A kalácsot hosszasan, több közreműködő segítségével áldották meg, majd mindenki vehetett is belőle. Ez valahol az Ószövetségre való emlékezés, ugyanis az Ószövetségbe véráldozatokat hoztak az emberek, és akkor eljött az az idő, amikor Isten megtiltotta a véráldozatokat, és ezek után jöttek ezek az újfajta áldozatok, majd eljött az új szövetség, és akkor ez már szokássá alakult, hogy minden évben valaki elvállalja az úgynevezett komaságot, aki ezt az áldozatot felkészíti, és nem is ő mutatja be, hanem a pap mutatja be, viszont ő készítette el. Tehát, hogyha valaki ismeri a bibliai történeteket, akkor tudja, hogy működött ez az Ószövetségben is, és teljesen hasonló módon lehet elképzelni itt.
A medinaiak a készülődés már jóval pár nappal a pünkösd előtt megkezdik, mivel a településen a Szent Háromság templom védőszentjét is ünneplik, és itt több napos búcsúval egybekötött program várja a résztvevőket, helyieket és messzebbről érkezőket. A komoly templomi procedúrák után ráadásul mulatság következik, így általában a szerb közösségek barátai, ismerősei is részt vesznek az ünnepen, ami azért manapság már a hétvégére szorítkozik. Több nappal a pünkösd előtt előkészítették ezeket a kis sátrakat a templom mögött, és ott gyűltek össze az emberek. Mindenki otthonról hozta a saját borát, és ott valamikor idegen zenészeket, valamikor a saját zenészek zenéltek, de általában elég hosszú szokott lenni. Hát már pár nappal a pünkösd előtt, és a pünkösd az ugye 3 napig tart, és a 3 nap utána még a házi gazdák mire összepakoltak, tehát több mint egy hétig szokott tartani a pünkösd. Valamikor, amikor az emberek is úgy álltak hozzá a magához, az ünnephez, magához a templomhoz, és idővel is másképp rendelkeztek, mint a mostani világban.